Heves vitát váltott ki Olaszországban a parlament által a héten elfogadott úgynevezett börtönrendelet. Az új intézkedés többek között a fogvatartási körülmények általános javítását, a személyzet létszámának növelését és az idő előtti szabaduláshoz szükséges eljárás jelentős egyszerűsítését is tartalmazza. Támogatói szerint évek óta ez az első alkalom, hogy a kormány foglalkozik a kérdéssel. A börtönök túlzsúfoltsága, az öngyilkosságok súlyos problémák, amelyekkel 15 éve most először foglalkoznak, miután a baloldali pártok nem tettek előrelépést e téren. A jogok védelme és a biztonsága fő prioritásai ennek a rendeletnek, mondta a Forza Italia képviselője. A független helyszíni megfigyelést végző civil szervezet az Antigone adatai alapján azonban a túlzsúfoltsági ráta jelenleg 130%-os, és idén eddig 65 öngyilkosság történt. Szerintük a mostani intézkedés nem lesz elég a probléma megoldásához. Már időszerű volt, hogy a kormány tegyen valamit. A gond azonban az, hogy egy pusztán politikai cél teljesítése érdekében bevetett problémakezelés nem rendszer szintű. Nem fog változtatni a helyzeten. A törvényjavaslat egyes részei egészen kiábrándítóak. Mintha egy olyan házat próbálnánk megjavítani, amelynek a szerkezete inog és az összedőlés előtt áll. Ez a ház jelképezi a börtönrendszert. Csupán az ablakait javították meg, ahelyett, hogy az alapoknál kezdték volna a tatarozást, mondja a szervezet munkatársa. Az Európa Tanács 2023-ra vonatkozó, a börtönök létszámáról szóló éves statisztikája szerint Olaszország azon kevés államok egyike, amelyek súlyos túlzsúfoltsági szinttel küzdenek. 30 éve mind az Egyesült Államokban, mind Európában a büntetőjogot és a börtönrendszert olyan problémák kezelésére használják, amelyekhez igazából semmi közük, amelyek inkább társadalmi problémaként definiálhatók. Például a kábítószerrel való visszaélés, a mentális egészség, a szegénység. Eltart egy ideig, amíg az új rendelkezések hatályba lépnek, közben a nyári hónapokban tomboló hőség miatt odabent, a rácsok mögött egyre csak romlanak a körülmények.